drasztikus mértékben csökkentek Tolna megye útjain a halálos balesetek idén 2018-hoz képest. Míg tavaly 20 történt az országnak ezen a részén, addig idén az első háromnegyed évben 7. Bár a tragédiák száma csökkent, tehát még mindig hatalmas az olyan esetek aránya, amikor a nem bekötött biztonsági öv miatt hal meg valaki. Gyakorlatilag az 5-ből 4 esetben azért haltak meg vagy a gépjárművezető, vagy az utas, mert a biztonsági övet nem használták. Tehát ezekben a balesetekben egyértelműen kimutatható, hogy sajnos a hajlandóság a passzív biztonsági eszközök használatára igen alacsony. A legtöbben autóban ülve veszítik életüket, annak ellenére is, hogy a biciklisek és a gyalogosok sokkal védtelenebbek az utakon. Ám a szakember szerint ők egyre jobban figyelnek a passzív biztonsági eszközök használatára. Egyre több a használati arány, egyre kevesebb olyan baleset következik be, amikor tényleg az az oka, hogy vagy a gyalogos, vagy a kerékpáros lakóterületen kívül nem használja a láthatóság emellényt, vagy esetleg a világító berendezéseket a kerékpárokon. Tolna megye egyébként még így is a legbiztonságosabbnak számít a közlekedés tekintve. Itt történik ugyanis évről évre a legkevesebb baleset.